Én 15 évig kézbesítettem, most akkor hát nem volt ilyen nagy hidegek télek. Mert mindig menni kellett akkor is kint. Mert ugye reggel elmentem, mikor úgy jöttem haza. Az állomásra kimenni minden nap. 15 évig, de azért nem volt sose fáradt a lábam. A vonattal jöttek a levelek? Egy kesztyűm se volt. A vonattal jöttek a levelek is? Azért kellett kimenni? Nem, én oda kézbesítettem. Ja, onnan oda kellett kivinni. Ott volt a tüzék, ott volt a terményforgalmi, ott volt az állomásfőnökség, ott volt olajnál a szemengyár, ott volt a kocsma. Én ezzel mindenütt kézbesítettem. Ott volt az állomáson egy levélszekrény, azt nekem minden nap üríteni kellett. Sőt, még volt úgy, hogy még vasárnap délben ki is kellett vinni a déli vonathoz a zsákot. Egy üres zsákot. Aki tudtam, de sokszor volt úgy, hogy kimentem a faluból, mikor már kiértem oda, mert akkor még nem voltak ezek a házak itt. Mikor kiértem a faluból innen úgy, hogy végig szaladtam a töltésen. Mikor már kiértem a tüzéből, láttam, hogy fel van nyitva a szemafor, úristen, Gyula vonat, én meg még itt vagyok. Mikor, de szóval kiértem azért, mire a vonat odaért, én is megálltam. Kinyitották a kocsit a mozgósok, azt mondja a mozgós, asszony, mi van magával? Mondom, örüljön, hogy itt vagyok. Itt van a zsák, vegye le, most adja a másikat. A forgalmista mondta, hogy Marika néni, el ne tessék, de tél volt, el ne tessék ilyen állapotban menni vissza, mert vagy összeesik, vagy megfázik, mert melegem úgy, a ködben puszti rajtam volt, hát fel voltam öltözve, de menni kellett, szaladtam, most szaladtam, mert első még el kellett kézbesíteni, azt azután mert... Sok volt nekem igen egész életemben, de hát itt vagyok, de miért? Ezt nem tudom. Igaz, mindig azt mondom. Biztos valami célja van, Marika. Én is ezt mondom. Azt mondom mindig, hogy a munka éltetés nem esít. A lustaság félegészség. Na de hát ezt a szocializmusban nem lehetett mondani, mert ott nem volt szükség nemesekre. A mostaniak nem tudják, hogy mi az élet. Mert azok mindenki úr. Hiába dolgoztunk a tehenségen, mert mindenki tudja, aki itt volt meg. De nem álltunk az országház elébe sose, hogy adjanak pénzt, mert nincs pénzünk. Meg arattunk, meg kórét vágtunk, meg törtünk, meg mindent a világon csináltunk. Napraforgót húzgáltuk, meg faragtuk, meg kórét vágtunk, mindent csináltunk. De sose mentünk az országház elébe, hogy adjanak pénzt. Most odaülnek, főzik a lebbenyszeves, vagy a gulyás, vagy mit tudom én, mit azt akkor... Hát mert régen azt tartották... Így van, hát ez az igazság, hát én megmondanám nekik is ott, ahol van. Régen azt tartották, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Így van, így van. Mentünk aratni, mentünk a részesgépre. Például mink is úgy voltunk. Ketten voltunk ugye Juliskával, Jányok. Ő ment aratni, mindig a katolikus papnál aratott, én meg mentem a részesgépre. Azért, hogy a tehenek ne menjenek a csordára, mert akkor kellett tárgyát hordani, ugye meg ugarolni, meg mit tudom én, azt a kis földet nem tudtuk, hogy nem volt ember a háznál. Hát muszáj volt nekünk csinálni. Mennyi föld volt? Mennyi föld volt? Mennyi föld volt? Igen. Hát, én a sanyámnak 7 kateszteri földje volt. Mikor már én innen kikaptam az uraságtól, mert ugye felmérték a gazdaságot, hogy az uram gazdasági szelét volt, akkor én is kaptam 7 kateszterit. Már akkor 14 volt. Nem, akkor sem volt férfi senki a háznál, mert Istánk ott volt. De hát ő kötötte a könyvet, meg bent dolgozott, ő rá se látott. Végig is feltartam a szíjos tóra, már pedig ilyen asszony voltam, de ugye muszáj voltam hazamenni a két gyerekkel, mert nem tudtam hova menni. Nem tudtam, ugye már hiába hazamentem, 10 évig voltam otthon a két gyerekkel, háború után. Ezt ugye adtak, mert mindenkinek odaadták, hol lakott, azt a tető cserot, szóval csak a tető anyagot. Nekem én is megkaptam a tetőanyagot, hát mit csináljak vele? Édesanyám azt mondta, meg a két testvérem, Juliska meg Pista, hogy ne fizessek a hozba. Ők engemet eltartanak a két gyerekkel, csak ha kapom a fizetést, ahogy kapom, úgy tegyem le azt abból a faanyagból, amit kaptam, abból a tetőt, de valahogy csináltassak magamnak szobakonyhát, csak éppen, hogy ki tudjuk. Hát úgy is volt, de hát ugye
sok időbe tellett, mert hát nem sokat kaptam. Nem sok volt a fizetés. Bizony sok időbe tellett. Először kiverettem a vákat, mikor szétadták, palatetős volt. Azt mondja a Szolnoki bácsi, hogy Marika, nem adod el a palát, mert kedves volt, mert ugye már mikor a, így építkezik valaki, akkor farozat kell. Ennek csak ízés volt, a tűzfalas volt a vége. Mondom, eladom én Szolnoki bácsi, mert ez úgyis keves nekem, meg a pala drágább volt, mint a cserep. Eladtam. Iratta Szolnoki bácsi, mindjárt kimentem a két gyerekkel, megvettem a pala helyi áráért a cserepet. Volt nekem is Ilepko Feri szegény, az Isten nyugtassa meg, ő Gilányi bácsival dolgozott, azt ő intézte nekem minden, hogy mennyi kell, meg ilyen mennyi kell, meg oda mennyi kell. Volt, aki, hogy hiákoljon. Nem tudom én. Sokat dolgoztunk, az biztos igaz. Mint a szegény nagyapám, ő volt, öreg ember volt már, nem tudott semmit se csinálni. Hányba tetszett születni, Marika néni? Hányba tetszett születni? Én? Igen. 9-be. 1909? Mikor? Május 23-án, szép napon születtem. Én pedig vasárnap, azért voltam a nyarkajány. Vasárnap születtem. Ez különben most is látszik. Bizony, bizony. Édesapját hogy hívták? Benes István. Édesanyját? Képes, nem tudom. Zsane. Hát tudom, hogy, de nem tudom, hogy van beírva. Veronnak van-e, mert három gyereke volt, mind a háromnak másképpen van beírva. Azt hiszem az enyémnek tám Veron. Egyiknek van Veronnak, a másiknak Zsanetnak, harmadiknak Johannának. Hát nem tudom. Azt hiszem nekem Veronnak van beírva, de így van. Hát így van. Akkor két testvére volt még? Hárman voltak testvére? Tessék. Ja, ő neki volt, a mamájának volt? Nem, hárman voltak. Hárman voltak testvérek, hárman, ugye? Hárman. Három lány? Nem. Pista, Juriska meg én. Mert két lány. Hát is mindenki ismerte, gondolom. Hárman voltunk testvérek. Nagyapám öreg volt már, mikor már neki is meghalt a felesége fiatal korba. Fiatalon 30, nem tudom hány éves volt, mikor meghaltak. Meg volt, ugye neki édesanyámnak egy testvérje, Mari Zsarányi Józsi név volt, őt nem ismerte senki, biztosan Zsarányi név sem, meg egyik se. Ő kiment Kanadába, és férhez mentek, ott laktak, ahol mostan Kovács Berciék, abban volt a házak, na hát szembe. Hát, de ugye már réges volt, mikor ő kiment, réges, nem is tudom hányban, régen, a 20-as években valamikor ment ki Zsadányi, azt úgy volt, hogy majd menjen a felesége, nem is jogoló mindent elbeszélni. Azt akkor nem tudta kivitetni a feleségét, mert hát ugye, mikor Kanadába kimegy valaki, nem mindjárt papsajt, hogy rögtön mindjárt munkahelyet kapok, vagy stb. Ugye nem volt munkahelye, nem vitte ki a feleségét, nem tudta kivitetni. Akkor valahogy úgy volt, hogy nem tudom, a pénznek nem volt értéke. És nagyapám Lúcról nősült, az volt itten, már ide át volt a vasúton egy 200-es hőd, ami még volt a nagymama után. Ez azt mondta Mari néném édesanyámnak, hogy Zsani néném, engedje meg, hogy adjam el én a földet, hogy tudjunk itt felépítkezni. Megvették azt a porta helyet, ottan szélén, hogy tudjunk felépítkezni, mert nem tudjunk hol, nincs pénzünk. Édesanyám azt mondta, rendben van, mert Lúcon olyan sok, hogy hívják, van rét, meg mit tudom én, hogy több a rét, hogy mindenkinek amennyi földje van, sok rét kaszálót adnak utána Tulatiszán. Azt mondja, odaadom Zsani nénémnek, nekem úgyse lesz tehenem, sose a rétet érte. Cseréljük el. És azt nem azt mondta, rendben van. Én meg ragaszkodok a rétre, mert keves a földünk, azt jószágot tartani kell, azt nem tudok annyit vetni, hogy magunknak is, meg a jószágnak is. De nem írott édesanyám magára. Mari néném, mikor ment kifele Németország, vagy a Kanadába, eladta megint a rétnek a felét. Muratiszán. Úgyhogy édesanyám kérdez szegénykém semmizbe. Hát mit csináljon? Hát nem, de még akkor azt semmi még felvett. 800 forintot.
Mari nénem, úgyhogy Német Sándor bácsi volt a kezese, meg nagyapám. Nem fizették ki. Én már megszoktam ezt is, hogy azt is még fizettük ki. Német Sándor bácsi a felét meg mink. Úgyhogy mikor mink építkeztünk ott a Petőfi utcán, nem volt édesanyám, hiába volt hadiőzvegy, nem kapott kölcsönt. Mert akkor osztották fel azt a három sor telepet ott a szőlők alatt, és az a fax Hányba volt ez? Nem. Mikor vége lett a háborúnak? Én nem tudom, hogy hányba volt. Az első világháború után? Nem, 19-ben lett vége a háborúnak, hát akkor úgy... Utána? Úgy valahogy húzva vagy, mit tudom én, hogy nem tudom, hogy... És akkor nem kapott kölcsönt édesanyám, mert akkor úgy nevezett, ilyen fax kölcsönnek nevezték azt a kölcsönt. De nem kapott édesanyám, mert nem azon a területen építette volna, amit kiosztottak, ha ott a saját portáján akartott, ahol lakott most is. De még elsőbb nekünk abból ki kellett Német bácsit fizetni a negyed részéből. De nem tudom, hogy mondjam, mi vagy nem. Tessék csak mondani. Farkas néni, ott voltunk, mink a szőlőben nagyapám, én mindig mentem nagyapámmal. Én mindig ott voltam ővele, én mit is mindig magával, gyerek is járnyom. Én mindig mentem nagyapával, engem, mert nagyapám mindenre megtanított. Aztán mindig ott voltam, hogy mit hallok, mit beszélni. Mindig bújtam oda. Aztán egyszer ott vagyunk a szőlőben, Farkas nének úgy végig hordott, hogy egyik asszonynak a földje a mi szőlőnkre kivég, mert a mékénk végig az út mellett volt ezen az oldalon, a jobb oldalon. Azt mondja, hogy Képes bácsi, mondanék ilyen Képes bácsinak valamit. Német Sándor el akarja venni Zsanitól a földet, ha Képes bácsi meghal. Úgyhogy a fele föld a Német bácsié lesz. Mari megengedte neki, megint adott egy meghatalmazást, hogy a Német bácsi, hogyha meghal Mari, akkor a Német bácsi lesz a fele föld. Ezek a gyerekek küszködnek vele. Azt, ha meghal Képes bácsi, akkor azt mondja, a gyerekeknek nem marad semmi. Minden ezeké lesz a... De nem tudom, nem lettem belőle semmi, ha elmondom. Hogy... Szerintem már nem jött. He? Régen volt az már nagyon. Régen? Régen volt. Régen. Hát régen meg különben is és száz év felett mondta, nem büntetnek semmit. Azt mondta a nagyapámnak, hogy adja el Zsaninak, vagy írassa Zsanira, hogy maradjon meg ennek a gyerekeknek, ők küzdködnek vele, az semmiek se fog maradni. Most mink is fizettük úgy a 400 forintot, mint Német bácsi. Hát édesanyám elment Jászai jegyző, akkor ő volt a jegyző, hogy jegyző úr mit csinálja. Hát azt örvenes négy, ezt nem tud egyebet csinálni, semmit, csak ha megveszi pénzért Képes bácsi a földet. Ami Képes bácsinak pénze van, vagy földje van. Úgy a házat, meg a szőlőt, mindent, mert ha nem veszi meg pénzért, akkor fel lehet bontani, azt mondja, akkor nem lesz a Beres néniké. Mit csinálj, de sem hol vegyen pénzt. Hát, úgy két kölcsön, innen is, onnan is, amonnan is, kifizette a nagyapámat, azt megvette pénzért, adásvételi szerződést csináltak, azt így lett a milyen a föld, mert másképp Német bácsi elvitte volna a felét annak. Igaz, hogy ők is fizették, megérdemelte volna, de hát mindenki ragaszkodik a sajátjába. Igaz, hogy régen most már, mégiscsak az írott. Marika néni, és azt mondják, hogy régen, itt ahol az almás kert volt, vezetett ki egy sínpár, amin cukorrépát vagy mit hurcoltak hajdanán kifelé az állomásra. Ez igaz? Nem tudom. Nem értem, hogy hol cukorrépát, mit csináltak. Nem jó. Volt itt kinn a... Vasút, itt ment keresztül, az ő kert kinn. Itt a kerten valami vasút ment régen? Ki nem, az kisvasút. Kisvasút? Az honnan ment az? Hol ez? Honnan ment a kisvasút? Mettől, hát honnan ment a kisvasút? Onnan, hogy... Nem tudom megállapítani most, hogy hol. Ott a lent a... Ott a katolikus templom környékéről van? Nem, csak a határba ment ki. Itt volt, ahol van, volt ott a vége van Herdán Németinek, az a útos van.
Ott volt vezetett a határból a kisvasút a magtár előtt végig, itt, ahol a mi portánk. Itt ment a portán végig a vasút? Igen, csak azért volt a kisvasút felépítve, hogy a, hát ugye munknak volt mindene. Volt fiaskocája, nem is, nem tudom hány darab, nem száz, ha több. Volt sűrője, volt hízott disznója, volt növendékmarhája, amit hízott, volt fejős tehene, amikor a fejős tehenben nem, hogy hiákot kiszeperálták, akkor befezették azt is hízónak. Úgyhogy volt egy nagy épület, azt úgy hívták, hogy garád. Garád. Hol volt ez? Hát, nem tudom most megmagyarázni. Itt lent a ván, ide fent volt a partódalban, másik ott a szilvás alatt. Aha. A tanyának a közep, itt a magtártól feljebb való. Feljebb volt, úgyhogy... És akkor a munka... De nem, a tanyának a közepén volt, azt lehet mondani. És akkor a munka, a terményt meg a jószágot azzal szállítottak ide a nagyvasútra? És akkor avval szállították a csimát be a jószágnak, uh-huh. meg a magtárból a terményt, avval volt utána két siló csille kötve, egy ló húzta, újra közi ló persze, egy csille, két csille volt utána kötve, az, mikor a cukorrépát hogy hívják, ották, ugye simázták szárazsit, oda hordták le. Nem ide hozták, oda hordták csomóhoz, ők a lóréval hordták be. Meg a és takarmányt ezt... hordták, a takarmányt azt a szekerrel hordták. És ezt munki... Teljes kocsik volt mellette, úgy hitták, hogy gázolalja. Hát... Aha. Ezt munki építette ezt a vasutat itt? Ezt a kis vasutat itt? Ők rakták le a sínt, vagy ezt ki építette? Mi csinált? Ezt a vasutat itt? A vasutat? Hát a munki építette. A munki csinálta? Hát persze, hogy munki építette, hát és ő akkor tövé volt. Háború után felszedték? Már biztosan felszedték, hát nem, fel, mert a mi kertünkön volt, ott itt volt a kis vasút, így jött veresztül, de mikor ugye a háború volt, akkor már oda voltak végigállítva az ágyuk, két oldalra. Két mi volt a háborúban itt? Két világháborút keresztül értem, sajnos. De hát mit az elsőre is tetszik emlékezni? Hát 19-re is már 10 éves voltam. 19-el kapcsolatban mire tetszik emlékezni? Tehát amikor meghalt az apám, azt tudom, hogy édesapám akkor volt itt hol szabadságon. Használtuk mink a katolikus papnak a földjét, arattuk. Azt kimentünk akkor túl a vizem volt aratni, már 10 éves, Luliska 12 volt, én meg 10 éves voltam, még biztán nem volt, mert ő 14-ben született. Kimentünk aztán, már édesapám ott volt aratni. Kiálltunk Gyuliskával a vasút, a bankét oldalból gyűjt a vonat, hogy jaj Istenem, csak a vonatnak ott kerekje törne el, hogy ne vinni édesapámat, hogy ne tudna visszamenni. Visszament a szabadságról 19-én, vagy 10-én, vagy hogy mert a katolikus papnak akkor nem volt cselédje. Aztán nálunk járt az is, hát mit tudom én, nálunk mindenki járt. Azt akkor, mert nagyapám mindenkivel jobban volt. Ugye ő volt nem volt akkor orvos, németiben, Gesztelyben jártunk az orvoshoz, nagyapám volt a halott kém. Ő járt, ő hozzá gyűjtek el, hogyha valaki meghalt, ő adta ki a papírt, ő ment el megnézni, ő adta ki a papírt, hogy mikor temessék meg, ha valamit észrevett, mert ugye akkor is voltak ilyen észrevételek, ő jelentette a csendőrségnek, ő volt ahhoz. Hát ugye mind a katolikus soknál presbiter volt, meg mit tudom én, úgyhogy ő mindenütt elegette. Azt akkor együtt nálunk a pap, azt mondta, hogy nincsen kocsissa, hogy édesapám elvállalná-e, itt hol volt két heti szabadságon, hogy elvállalná-e édesapám, hogy elmenne édesapám, örült neki, szívesen elvállalom, hogy ne vállalná. De nem jött le a kérvény, mert akinek három gyereke volt, azt ott elengedték már akkor úgy, hogy ha valami munkahelye volt, leszereltették. De nem jött le a kérvény, addig még édesapám itt hol volt. A szabadságja letelt, ugye neki vissza kellett menni. Mire visszament, rá egy hétre vagy két hétre meg is halt. Pedig nem volt, ő nem volt a fronton, sose édesapám, mert mindig a konyhán volt, meg a tréneknél volt, de ugye akkor, hát nem tudom, hogy a Kocsai bácsi idevaló ember volt, vele volt édesapámmal. Azt ő azt mondta,
hogy végyeleztek a vonatnál a konyhára. Ő Pocsai bácsi azt mondta édesanyámnak, hogy végyeleztek az édesapám a vonatnál. Ki volt a tehervonat röpve a színre, azt oda voltak kivételezni. Az édesapám ment volna így keresztül a két vonat közt, a vagon közt, azt, ahogy van az a püfögője. Pontosan meglöpték valahonnan a vonatot, olyan vagont, az nyomta össze édesapámat így hátgéztül, meg itt gyomorszájon. Nem tudom. A főszakács meg azt írta édesanyámnak, hogy mentek keresztül, már meg voltak pakolva, de ugye a trénszekerek olyanok voltak né. Nem tudom, emlékszik-e valaki a merszeszekerre, hogy milyenek voltak? Nem. Na. Olyanok voltak a trénszekerek, mint a merszeszekerek, hogy ilyen borítékjuk volt. Azt mondta édesanyámnak, ki a főszakács úgy írta, hogy édesapám már mentek kocsival, mert tehát lovas szeker volt akkor, az édesapám bent feküdt a kocsiba, nem látta, hogy jön a vonat, nem tudott leugorni. Azt a részt ütött el a vonat, az ők előrültek, a lovat hajtották, de nekik semmi bajok nem lett. De édesapám benne feküdt a szekerbe, és őt elütötte a vonat. Tehát ezt nem akarom elhinni, vagy nem is hittük akkor sem, mert az a vonat, ha megyen, ha ezt meglöki, az elejét is meglöki, nem? Mert ez csak úgy van, hát hiába. Nem hittük el. De az volt, úgy gondoltuk, hogy az igaz, amit Pocsai bácsi mondott, hogy összenyomta, hogy azt mondta, hogy ott hozzá be a kórházba, tehát csak sétszúrtak a könnyei, hát gondol, nem tudott beszélni. Ez volt. Ez van, ezt kell szeretni. Mit csináljuk? Az uram is meghalt, de olyan azt sem tudok semmit. Két háború között milyen volt itt az élet a faluban? Nehéz. Nehéz volt? Igen, sokat dolgoztunk. Nehéz volt az életünk. Nagyon, de nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt. Ugye azzal a nagyapám öreg volt. Aval a kisfölddel nem tudtunk mit csinálni. Aval a hét kateszterig. Kiadtuk felébe, hát nem sok volt, mert hát mi volt annak a fele? Semmi. Az adót mink fizettük érte. Hát mi volt? Akkor az nem jó volt. Kiadta a nagyapám Árendában. Hát gyerekek voltunk, ugye nem tudtuk mit csinálni. Megmondanák, ha élnek Lecskó Lajos bácsi, meg Berta bácsi, meg Elizeus Pista, meg mind, ezek mind tudták, hogy mit csináltunk, mint Juliskával, mikor kimentünk a mezőre. Elvitték az első világháborúba, elvitték a lovunkat, elvitték mind a két lovat, elvitték a szekeret. Maradt egy tehenünk, egyéb semmi. Nem volt semmi, semmi. Nagyapámat hívták a postára, mert nem vállalta fel senki a postát, mert akkor Csenárosra is hordani kellett. Nem volt Csenároson se postás, Gesztely se volt posta, Kapva se volt. Ezt mindenüve az állomásul mindenüve vidén kellett volna fel. Ló kellett volna, meg kocsi. Nagyapámat behívatták, azt mondta, hogy ő felvállalna, de se lóval nincsen se kocsi, semmilyen. Azt mondta a posta, hogy ad neki olyan kétkerekű taigát, meg ad egy lovat. Hát adott is, felvállalta nagyapám. Úgyhogy ő hordta az állomásról Lecsenárosra a kétkerekű kocsival, meg az egylóval. De az egylónak a zárát a fizetéséből lefogták. A kocsi a postáé volt. De a lónak a zárát lefogták. De azért mégiscsak valami kereset volt a háznál, mert egyet keresetünk nem volt semmi se. Nem volt akkor úgy, mint most, hogy nyugdíjat adnak, vagy mit segélyt adnak, vagy mit tudom én. És akkor menekülni kellett a világháború 19-ben. Mindenkit kilogolt a kisbíró, hogy mindenki hagyja el a falut, mert a románok gyűjtek onnan, a csehek gyűjtek innen úgy, hogy keresztül lőtték a falut. Hát hova menekültünk? A Siskára. Oda, az új Siskára, ahol templom volt, oda menekültünk. Ott voltunk egy hétig, két hétig. Tehát akkor, És Marika néni, arról tetszik tudni valamit, hogy a páncélvonat kijött Miskolcról, és lőtte a románokat a Hernád túlsó oldalán? Olyan páncélvonatban belefúcsott, nem? Igen. A páncélvonatban lőtte. Rengeteg ember, azt mondták egymásnak, hogy hát nem is.
nagy az a bársonyos, csak mély. Csak a vonatról tessék valamit mondani, mert... Az akkor a vonatról? Vonatról, hogy... Ennyit tudok, hogy valami páncél vonat volt, ahonnan lőttek. Hát nem tudom, csak azt hallottam, hogy mondták, hogy hát gyűjtek a románok onnan, azt mondták, hogy gyerünk be, kicsi pocsolya. Azt bementek mind a szobas, nagyon, de nagyon sokan ott maradtak akkor. Úgyhogy kimentünk akkor, mikor hazagyűjtünk. Hát ugye itt a szőlők tetején is mindenütt, ugye mind a Sivajé volt, minden munka, szóval minden, ez a munki, az a rész meg mind a Sivajé, ő használta. Hát ott a szőlők tetején is búza volt benne Sivajénak. Nem volt sehol se, úgyhogy lehetett menni mindenüvel. Nagyapám kiment, mert amikor gyűjtünk hazafelé a Siskáron, látta, hogy egy tehen a búzában van, nagyapám. Mikor már elcsendesült minden, ő így gondolta, kimegyem azt a bevezeti a tehenet, mert nekünk csak az egy öreg tehenünk volt már szemben. Bevezeti a tehenet. Még akkor gyűjtek a katonák innené. Atya, úristen, nagyapám meg menti, hát öreg volt, már ő is nagyot hallott, mert már öreg volt. Aztán most mi lesz nagyapám, hogy ott agyon fogják ütni, ha a tehenet fogja hozni. Azt akkor még Juliskával ki a kerten, mert ott szabadság volt, ugye minden, nem laktak ott senki, minden szántóföld volt. Ki a kerten Juliskával nagyapám után. Nem volt ott a személy, nem volt elkerítve, ugye már a Muromarsáig sem laktak még ott. Senki fel lehetett menni, a vermek közt ott mentünk. Tehát el, ez a Rákóczi út. Minden, nem volt ott senki személy. A szélén sem volt meg az a ház, ahol bereckék laknak? Az ott volt a pillangó, az ott volt, mert az ott volt a rendőrség, a csendőrség valamikor. Börtön az aljában. Igen, pincén. Ott volt a csendőrség. Azt akkor nagyapám ment be már a búzámunk, meg utána nagyapám, óvigottunk, mi nem hallotta. Valahogy azt meghallotta, ránk nézett, azt mutogattuk neki, hogy jönnek a katonák. Lehúzottunk a búzába, de már akkor a tehen lefeküdt, mert a fájt a lába, meg sem bírt mozdulni. Meg sem bírt mozdulni, mikor azt lefeküdt, nagyon intettük, hogy mink is lebúrtunk, meg ő is búrt le, hogy hagyd menjenek végig a katonák a nagy úton. Amikor azt elmentek, akkor felálltunk, azt nagyapám oda ment a tehenhez, de nem tudott felállni, nem tudta behozni a tehenet. Hogy el volt-e törve a lába, vagy mi volt, nem tudom csak. Mondjuk, hagyjuk, nagyapám, gyerünk, mert gyűnnek a többiek. Hazamentünk, azt vissza ott a kerteni. Sok mindenen keresztül. Sok mindenen. De hát, itt vagyok. De minek ezt nem tudom. Nem tudom. Jaj, Istenem, megint meddig leszek, nem tudom. A második világháborúban mi történt itt? Mi volt akkor itt a faluban? Mit gondolkozni kell? Hát, nem is volt semmi? Hát volt annyi, hogy itt lövöldöztek keresztül kassul. Oroszok? A németek is. Németek, oroszok? Mert én hazamentem, nekem mindig azt írta az uram, hogy eljöjj haza, Marika. Hurcolkodjál haza, ne maradj ottan, mert te nem ismered, milyenek a katonák. Eljöjj haza. Hát azt hazamentem úgy, hogy bármi, de nem tudtam hazavinni a tehenemet. Volt két fiasz viszont, akkor volt lefialva. Így hagytam mindjárt, volt hét szűrő. Hát a cserédemben csak a jószágból tudott ugye valami pénzt csinálni. Pedig mindig azt írt a szegény nekem, hogy Marika, ne küszködjél otthon. Mert tudod, hogy én mindig katona vagyok, mert még mikor megesküdtünk, és akkor is mindig hitták be, mert 905-ös volt, ugye a hatosok, hetesek ki voltak maradva úgy, hogy ezek csak 3 hónap katonák voltak. Nem volt 3 év, mint már az utolsó, mikor már beszorolták őket a rendes katonáknak, már így a strand katonának, vagy hogy szokták azt mondani. Akkor már azok mind 3 évesek voltak, a 13-asok, 14-esek, de ezek az öregebbek csak 3 hónaposok voltak. Azt mindig menni kellett nekik be gyakorlatra, mert már tudták, hogy jön a háború. Azt akkor is mindig ott volt, úgyhogy én mindig munknál csak a fejadagot kaptam ki, de azért is meg kellett fizetnem. Nekem nem bírtak konvenciót, hogy bementem, hogy adjanak segélyt, bementünk Berta Kománéval, a gazdának a feleségével, a segélyért. Azt hiszem Berkesi volt a jegyző. Igen. Aztán nekem nem maradt, nekem nem volt gyerekem még akkor, hát nem maradt, azt mondta, nekem nem jár. Akkor egyszer, mikor már Marika megszületett, akkor adtak, de már akkor kézbesítettem, akkor meg elvették tőlem. Én tőlem 80 forintot kaptam, annyit. Elvették, mert kézbesítettem, már akkor kézbesítettem, hát elvették, mert keresetben voltam. Én tőlem Hajdú Balázs nélkül, meg Kézjelgely Ferenc nélkül,
az előben laktak, három túl elvették. Hát én bementem, Marosini volt, a kastélyházán. Bementem, azt ott is jól kivertem a dílit, hát mit bánom, hogy megmondtam, ami a számom, hát mindig is olyan voltam, de ami a számom, a szívemen a számom, kimondtam, hogy ha teszek vagy nem, mert lehet, hogy az után már megbántam, hogy nem kellett volna, de megmondtam. Azt akkor ott hattam, ott maradt a tehenem kívül, mert haza nem vihettem, édesanyáméknál, mint hazamentem a gyerekkel, de tehenet nem tudtam, a disznókat is ott hattam. Ját, onnan jártam ki étetni a disznót, mondták itt az asszonyok, mikor kijöttem, hogy a kismalacokat itten öldösik le a katonák. Mondom, nem bánom én, csak én megmaradtam meg a gyerekek. Tehenet is nem vittem haza, mert már édesanyám még túl akkor az egyiket elvitték, mert hol kettő volt, elvitték. Elvitték az enyémet is. Ki volt adva a parancsba, hogy mindenki menjen az orva a tehenjéhez. Én is elmentem. Az enyém szélső volt, a legszélső, de igen szép tehen volt. Derék volt. Elmegyek, Kis Lajos bácsi volt, a pulisz, gyönyörű, két román, már akkor a románok voltak itt, nem a románok, az oroszok. Azok szedték a teheneket össze. Két fiatal kölyök orosz, a vállal a puska, meg Kis Lajos bácsi. Ott ülök a tehenem mellett a játszószélén, egyenesen, vagy. Ne vigyétek el! Ez az egy van, Málinkó! Nem tudok neki tejet adni, ne vigyétek el! Kis bácsi azt mondja nekem, Marika, ne ellenkezz. Mert ezek lelőnek akart itt. Látod, hogy a puska a vállakomban lelőnek, ne ellenkezz. De mondom, kisbácsi, ez az egy tehenem van. Sose fogok tudni venni tehenet. Azt mondja, tudod, mondok én neked valamit. Van a községházán egy igen jó orosz tiszt. Ha oda mennek hozzá, azt mondja, mindenkinek segít a baján. Engedd, hagyd vigyék el a tehenedet. Ha Volenszky Laci bácsi a pulisz, a tolmács, ő a tolmács, azt mondja, hát elmondod, hogy mi bajod van, azt a foglalatra segíteni. Mondom, rendben van, kisbácsi, mentem a tehenem után. Bemegyek. Alava Ferenc bácsi volt a bíró, Cserény Jenze bácsi a pénztárnak. Mind ott voltak, oda bent. Azt mondja nekem Marika, Rita, ez az igazság. Azt mondja Marika, Alava bácsi, hogy Marika, mi bajod van? Mondom, behozták a tehenemet, Alava bácsi. Hát jövök, mondom, vissza akarom vinni. Akkor ne vedd be, azt mondja, hát az enyémet is elvitték. Hát igaz, azt mondtam neki, hogy Aleva bácsinak több volt, de nekem csak ez az egy volt. Ha vége lesz a cirkusznak, Aleva bácsi vezd, de én sose fogok tudni tehenet venni. Igaz, ezt mondtam neki. Mérges voltam. Bemegyek. Azt mondja Volenszky, hogy mert hát mindenki ismert, hát itt születtem, itt nőttem fel. Volenszky, Marika, mi bajod van? Mondom, Laci bácsi, behozták a tehenemet. De mondom, szeretném visszavinni, mert csak azt mondja, van több is. Mondom, nincs Laci bácsi, csak ez az egy tehenem volt. De már akkor a tiszt gyött oda Laci bácsi, hogy mi bajom van, mert ittam. A Laci bácsi megmondta neki, hogy mi bajom van. Azt mondta Laci bácsinak, hogy ha megismerem a tehenemet a sok köz, de amilyen nagy volt az a tanácsház udvar, nem volt akkor még a házak ott. Az teledett, tele volt tehenekkel. Az mind vitték ki oda. És akkor, mert már akkor a háborúnak ugye vége volt. Azt mondja nekem, hogy ha meg tudom ismerni a tehenemet, akkor haza hozom el. Az oroszok, mikor hozták a láncot, levették róla, egy kis madzagot kötöttek a szarvára, amivel elvezették. Megyek oda, Farkas Balázs volt a pulisz, mellette, mert nem csak ő volt, de ő ült ott a lépcsőn. A teheneket őriztek, hát körül volt ugye, őrizte mindenki a teheneket. Azt mondja Balázs, nálam volt egy kis bocsocska. Azt mondja Balázs, Marika, mit akarsz? Mondom, haza akarom vinni a tehenemet, Balázs. Azt mondja, megismeredek ki, azt nézek széljel. Hát ott áll a tehenem, nincs mellette egy se, feltartott fejjel, az kérődzik. Mondom, Balázsnak, látod ott azt a piros tehenet? Azt mondja, látom. Mondom, az az enyém. Azt mondja, hihetetlen. Mondom, majd meglátod azt. Ez az igazság, nem szeretek hazudni.
Ez az igazság, hogy mikor Ganaj küldtem én a mezőre, mindig olyan helyütt legeltettem, ahol kukorica közt volt, aztán jó talló volt, hogy hamar jól lakott a tehenem. Azt én mindig letörtem egy kis, nem a legnagyobb sövet, csak egy kicsit, hogy abban, mikor már láttam, hogy teheneim kérőznek, a két kezemben volt, azt szóltam a teheneknek, már gyűjtek mindig hozzám. Tudták, hogy megkapják, megfogtam a láncot, befogtam, hogy jöttem haza. Azt hozzá volt szokva a tehen a hangomhoz. Hát szól, mondom Balázsnak, várjál, majd meglátod. Szólok neki, hogy piros, de ott csak onnan a gangról. Mondom, piroskám, mikor először szóltam neki, hogy piros, mindjárt így felém fordította a tehen a fejét. Mondom, piroskám, megint egy nagyobbat kiáltottam, gyere ide, a tehen megindult felém. Azt mondja Balázs, ez hihetetlen, Marika. Mondom, látod, ez így volt, mert így van. Azt mondja, de menek veled, nehogy valamelyik azt mondja, fellökjön, mert nem tudjuk, hogy nem, mert hamis valamelyik. Mondom, nem bánt engem ez sem, mindenki is, mindegyik ismer. Nem mondom, nálad van, de akkor is megyek, gyök velem Balázs. Mikor megfogjuk a tehenet, vezetem ki, azt mondja nekem, Balázs Marika, én körülvezetem a tehenedet, te erj be, azt kérjél egy dokumentumot a tisztül, nehogy azt mondja, valamelyikkel találkozol, azt visszahozzák, hogy elloptad a tehenet. Jaj, mondom, Balázs, látod, köszönöm nekem, mert eszembe se jutott, azt mondja, én mondom neked, hogy erj be, bementem, azt fel vissza. Azt mondtam Laci bácsinak, hogy tessék, mert Laci bácsi megmondja, adjon nekem egy dokumentumot, hogy tudjam igazolni, hogy nem loptam a tehenet. Na, amikor én mentem fel, már Laci bácsi jött elém be, a tanácsházában fel volt a sok orosz katona állítva. Puska előtt, így mindegyik előtt, mindig előttem az abot. Azt mondja nekem Laci bácsi, súgja, hogy Marika, ne ismerd meg egyiket se, hogy melyik volt ott. Mert most meg akarják bünteni, meg akarja büntetni a tiszt. De azt mondja, megismered most nem bár, de ha találkozik veled valahol az úton, le fog lőni, ha megbüntetik. Ne ismerd meg, ha megismered is. Nem mondja, hogy nem ismerd. Úgy is volt, mondja, jó, köszönöm Laci bácsi, azt mentem oda. Hát mondja Laci bácsi, hogy megismerem ott, hogy melyik volt. Melyik volt a Licsinánt, vagy mit tudom én, hogy mondta. Láttam, ott állt mind a kettő elől. Azt mondtam, hogy néztem őket, igen, néztem. Nem ismerem egyesem, mondom, nem ismerem, mert mindegy forma. Mert tényleg mindegy formák voltak, nem ismertem egyesem. Nem mertem megmondani, hogy megismertem őket. Elvezettem, az már ott állt a tehenem, azt hazahoztam. Így, ilyeneket csináltam én. De mi csináljuk? Ilyen voltam. Megcsináltam. De még itt vagyok. De hogy meddig, azt nem tudom. Háború után milyen volt az ő? Második háború. Akkor dolgoztam. Addig még a tézben nem állt. Addig mindig dolgoztuk, vettem, hát Isten megsegített, volt egy tehenem, megellett a tehenem, meghattuk, mert a borjút mindig hattunk úgy, hogy nem volt, aki járjon a vásárra eladni, meg venni, ha meghattuk mindig a, ha üszőbornyút ellett a tehen, meghattuk, 3 évig neveltük, felfolyatott, megellett, betöltük a járomba, az öreget eladtuk. Úgyhogy nem volt, aki menjen a mezőre, vagy a vásárra. És akkor úgyhogy már volt nekem is, meg vettem egy, én is egy kinót, meg megvettem Benes Barnától egy szekeret, úgyhogy volt két járójószágunk, két szeker, meg négy tehen, otthon édesanyám. Mert hát már akkor 14 kateszteri főd volt ugye a kezünkön. Az enyém is 7 volt, meg az édesanyáméké is. Azt dolgozni kellett, ezt. Napszámosunk ugye mindig volt 2, ha nem bírtunk bele, mert hát mind csak ketten voltunk Gyuliskában, hát Pistánk, ő rántott a paraszt munkára, sose, hogy ha ő hazagyott, hát ugye igaz, hogy 24 ezet mindig a postán Miskolcon, de hát akkor meg hazagyott, akkor vagy aludt, vagy a, kötötte a könyveket kötötte, mert abból volt a, neki a pénz a könyvkötésből. Hát aztán is mentem, azt mondta nekem, hogy menjek ki már a mezőre szántani, már akkor ősszel szántottunk vetés alá. Menjek ki szántani a földet, de úgy menjek ki, hogy majd ő hazajön a 8-assal, éjszakás volt, hazajön a 8-assal, azt majd jön utána a biciklivel, azt megmarázdoljunk, azt akkor, hogy haza én kint maradok szántani, ő meg gyűn haza a könyvet. Mit ad Isten?
De hát ugye nekem Gyuriska elment kézbesíteni, én még akkor nem kézbesítettem. Ugye nekem meg kellett étetni. A két tenyeret a csordára, másikkal mentem a mezőre. A két gyerekem már iskolába járt, el kellett engedni. Édesanyám öreg volt. Azt nem mentem ki már, mikor Pistán gyűjt haza a 8-asról, vagy a fél 8-asról, én akkor vezettem ki a kapun a teheneket, mentem ki szántani. Édesanyám kinyitotta nekem a kedves a kaput, Pistán gyűjt tolték előtt, már juhászik előtt. Nekem mint egy tátos, hogy még most kell kimenni, nem megmondtam, hogy eredj, mire én gyűjök haza, hogy megyek utána biciklivel. Mondom, dolgom volt, nem értem rá hamarabb. El kellett mindent intézni, amit elintézni. Az ülés keresztül volt nekem téve a szeked oldalon. Rajta volt az ostor, mert vezettem ki a tehenet az udvaron. Lekapta az édesém az ostort, a szekerről sép-súp végigvág, versajtam, vagy háromszor a szíjostorom. Nem éreztem, mert nem éreztem, de igen fájt. Igen fájt, mert igen sokat dolgoztam helyette. Az édesanyám kiabált neki, ne várd Marit, nem tudod, hogy mennyit dolgozik helyetted, azt még megkívánod üsni, nem is jött ki utána. Nem jött ki utána a biciklivel. Nem jött ki utána. Én kimentem, hát aggódott a szerint, hogy igen jó két tehenünk volt, mert igen jó. Ha azt mondtam neki, hú, mindjárt megálltak, ha azt mondtam, gyerünk, akkor megindultak. Igen jó két tehenünk volt. Azt akkor beállítottam, meg az eke is jó volt, beállítottam az ekét. Mikor néztem hátra, vezettem a tehenet, néztem hátra, ha kidült, akkor visszamentem, megint felállítottam. Megint mentem, hogy két lépés vagy hármat, mikor mennyit, megint engedtem mélyebbre, azt már nem gyűlt ki. Azt végigmentem. Már ugye, amikor meg jöttem visszafelé, akkor én már mentem a helyszínába a tehenben, akkor megdalázoltam. Hazagyüttem. Nem szóltam hozzá. Igen fájt, hogy igen megvert, de soha nem bántott, de akkor megvert. Végigvert, láttam az ostorra. Fájt. Tehát azért csak muszáj voltam, hogy hol lakni, mit csinál. 10 évig laktam otthon, akkor azt 59-ben jöttünk ide kilakni. Már akkor nagyok voltak a gyerekek, ugye. Már akkor úgy, hogy a lájkot is kivedettem először. Először az istállót csináltattam meg, mert mondom, hogy ha kigyűjjünk ide lakni, ugye se kerítés, semmi nem volt, ha valamit hozunk, ne kelljen mindig hordani ezt-azt. Megcsináltattam az istállót, megkérdeztem Felicsúr Filekkotul, hogy egy 4x4 méteres istálról mennyi kell, mennyi faanyag, meg mennyi ez, azt megmondta. A belegrádi erdőn akkor mindig álvereztek fát, az erdőn azt az egyenes fákat. Aztán ott volt nekünk a bodnárok, rokonok voltak, hogy a bodnáriknak, fiúknak, az anyjunk, a édesapámnak testvérje volt. Azt jóba voltunk, hát szóval akkor akkor kellett a rokon, meg kellett a testvér, most nem kell senki, most se testvér, se jó ember, se szomszéd, semmi, most nincs semmi. Akkor mindenki, mind szerettük egymást, meg jártunk egymásnál. Mondtam a bodrá fiúknak, adtam pénzt, hogy ha áverezni fognak itten, ennyit meg ennyit felírta nekik Felifil, akkor én meg odaadtam nekik, ennyit meg ennyit vegyetek meg nekem, hogyha fognak áverezni, meg is vették a dolgot. Az olnak, abból van a teteje. Kör is van, meg ilyen gyertyánfák, ilyeneket, ilyen egyeneseket árultak. Azt abból van. Anti bácsi megrakta, elhittem, akkor kiveredtem a vájkot. Anti bácsinak beszéltem, eljött a cigány Anti megrakni, hát Miklós már itt rakott, Nagy Miklós akkor. Én itt voltam Anti bácsival. Egyszer gyűn Miklós be a kapunk, mert ő is olyan akarátos ember volt, nem tudom, ismertétek-e vagy nem. Aztán azt mondja, begyűjtöttem már Marika, de jó ember volt másképp. Begyűjtöttem már Marika, azt mondja, megnézni, hogy mit csináltok itt Tantival. Hát mondom, raknánk Miklós a fal, de én nekem, mikor elbontottuk ott a házat, ugye magunk laktuk egy konyhán, szóba konyhába, volt hátul egy spajz, az blokkból volt nekem, azok a blokkok megvoltak. Úgyhogy azt ott már Anti, annyi volt a blokk, hogy nekem elég volt körül az istállóba, kétszer. Anti már rakta le a földre. Azt mondja neki Miklós, hogy Anti, mit csinálsz? Hát te látod, Miklósám, lakom ennek az asszony, szegény asszonynak azt mondja, az ólat, az istállót. Azt mondja Miklós, Anti, azt így akarod rakni? Azt mondja, hát hogy Miklósám, hogy? Ide figyelj!
ennek a fundamentumnak legalább egy ásó nyomot ássál le. Azt úgy tedd le a fundamentumot. Hát mit gondolsz te, Antika, ezt így rakod le? Gyűn egy szél. Azt akarod, hogy nálam hozza az a szél ezt a dolgot, ha megcsinálod? Mert ha nincs alatta, elviszi a szél. Jaj, Miklóskám, tényleg igazad van. Adta most Anti bácsinak, mondta, ezért ásolt, azt körül ásta, meg rakta, oszta le. Azt. Hát azt mondja, majd Antik, még később még átgyűlök, megnézem, hogy mit csinálsz. Egy olyan ember volt Miklós, jóban is voltunk mindig, az egész családtal mindegyik. Különben is én mindegyike. De most is haragotom senki sem. A Vájkot azt hol verték? Tessék? A Vájkot hol verték? Kicsoda? Hát a épülethez. A Vájkot hol verték? A Vájkot hol verték? Igen. Hát ott a téglaszín gödörbe. Ott verettem ki. A... Melyik az a téglaszín gödör? Hogy magyarázom? Az óvodának a háta mellett van ott az a gödör. Azt hitták téglaszín gödörnek. Ott verettem ki 5000 Vájkot. Filapko Pista verte ki, meg a Lövei Sanyi, meg mit tudom én kis, a felvége raktak ott Lövei. Azok ott volt Sanyi, meg Laci. Sanyi meghalt a háborúba. Itt nem volt ilyen sárga földes gödör, ahol most Zsóka Pistáék laknak, meg Olá Sanyi bácsi? Nem, itt nem volt. Ott is volt egy nagy gödör. Itt nem volt, csak lapos volt. Csak lapos volt. Lapos volt, mint mindig megállt a víz, de nem volt gödör. Gödör nem volt. Nem volt gödör, csak lapos volt. De hogy építkeztek, ugye mindenki feltöltötte. Ott vezettem, onnan hoztam össze a két gyerekkel. Akkor konál volt a kocsma, oda lent a kocsmájába. Nem is volt, ha ott volt a kocsma. Nem tudom, Tisza néni, akkor még, hogy eladta-e már, akkor megvette, de nem igen vette meg még a posta tülle. Hogy Tisza néni meghalt, mert ugye ő tövé volt ez a porta. Ő építette a posta, hogy megbeteje, de még akkor mondom el, mert vége lett a háborúnak, lent volt a kocsmájában a kocsma, mink ott voltunk. Azt akkor kimentem én, azt, hogy mikor mentem be, hát láttam, hogy ott össze van dűlve egy épület. Mert akkor nem lehetett még cementet kapni, mindjárt a háború után nem volt cement. Aztán oda mentem megnézni, hát gondolom valami disznóval lehetett, mert azért, hogy a válló, beton válló volt benne. De tetőanyag nem volt, faanyag semmi, csak a vályok volt összegyűlve, téglakő volt közte, megnéztem a fundamentumot, egy lapos tégla volt a fundamentum, meg lapos kő, meg tégla. Gondolkoztam. Jó, ezt nekem kiásni. Így gondoltam. Mondom, bemegyek. De nem tudom, Kürtiesi volt-e már akkor, vagy még Eger, mert a front alatt Egervári volt, ő jött ide. Nem tudom, csak mindegy, lényegtelen. Mondom neki, hogy nem szedhetném én azt a fundamentumot ki annak az épületnek, aki ott össze van dűlve, mert össze volt dűlve. Azt mondja, felőlöm Marika néni, kiszedheti, mert én úgy se szedem ki, meg azt hiszem már se fogja kiszedni. Azt mondja, szükségem volna rá? Hát mondom, na szükségem volna, mert kivérettem a Vájkot, de nincsen cementem, nincsen semmim se, hogy mondtam, fundamentum kéne alá. Ezt azt nyugodtan kiszedheti Marika néni. Vittem itt horrót, sákánt, vittem ásót, kapát. Azt mikor végeztem a kérdésítéssel, lemegben három órára mindig le kellett menni fél háromra leszámolni, mert ment 4 óra, akkor már ment a posta ki. Piszmiller bácsi volt már akkor az postás. Levittem, azt még nem gyűjt a sorra, a tehenek nem gyűjtek haza. Addig én ott voltam. Megmondtam a két gyereknek, mikor elmentem, tanuljatok meg, mert ha gyűl a sorra, gyűjök haza, azt menjünk, vigyük a téglát. Összehántam, ha már annyi volt, hogy egy szekér derékkal volt, akkor elhoztuk ide. Itt volt. Lehántuk ide, azt itt volt. Nem vitt el senki, mert mindenkinek volt minden. Másik alkalommal megint annyit szedtem, mikor már gondoltam, hogy van egy szekerderékkel, a két gyerekkel megint hazamentem a csordával, azt befogtuk, azt megint elhoztuk ide. Így volt. Akkor a Vájkot is ők velek hordtam el. A két gyerekkel hordtuk össze, összeraktuk itt a házvégébe. Az 5000 Vájkot összerak, alá tettem, volt a kertbe kóré, kukorisza volt benne. Alá tettük a kórét, azt összeraktuk. Mondom, mit tudom én, meddig lesz. Csináltuk neki tetőt, úgy, mintha tető volna, vágtam a kertbe ki kórét, azt rátettük,
akkor kimentem az állomásra, vettem két végvágyt, egy szurkos papírt, mert tudtam, hogy az alá kell, majd hogyha a falat rakják kell a fundamentumra. Kimentem, vettem két vég szurkos papírt, azt rátettük, rákötöttünk a drótra, két téglát, ide is, úgyhogy háromszor hajintottuk keresztül a téglát, hogy nem fújja le a szél, mert itt ugye itt nagy húzatja van a szélnek, mindig fújt. Azt megmúlt. Nem váltotta senki, nem volt, az itt volt. Hát romlott el ugye az aljából, mert azért csak oldal, mert nem tudom, mennyi volt itt, de akkor azt össze hozzáfogtam. Hát segítettek mindenki. Mindenki segített, úgyhogy az egész utca itt volt meg mindenki. Még akkor kútam sem volt. Muráéktól volt a vízet onnan, itt volt már ők Muráék, itt laktak akkor, azt csináltak ki az emberek ilyen válút, azt úgy vezették át keresztül, alá csináltak támaszt, hogy a betonhordókba, vagy vashordókba ide a vizet, azt úgy csináltak ott a végébe egy lyukat, ahonnan majd elosztak, azt megrakták a falat. Azt így volt. Így építkeztem. Gyulányi bácsi feltette nekem a tetőt, őt neki sem fizettem, mert kérdeztem tőle, mennyiért teszik felrakni Gyulányi bácsi. Azt mondta, hogy semennyiért, Marika, majd Feri ott dolgozik nálam, majd az ő fizetéséből fogom levonni. Fidekko Feri, ez volt. Majd az ő, azt mondja, majd a fizetéséből vonjam le, amiért feltettem neked a tetőt. Így értem. Hányba tetszettek beköltözni? Hányba költöztek a házba be? Mikor? Azt nem tudom. Csak azt tudom, hogy nem gyerszem, csak azt tudom, hogy 59-ben jöttünk ide rakni. 59-ben, de már akkor úgy jöttünk ide rakni, hogy már teljesen készen volt, már ki volt simítva, minden, még masinát is vettem, sparhetot, már úgy, hogy már teljesen készen volt minden. Amikor kijöttünk 59-ben, kijöttünk ide rakni, már akkor Marika 59-ben, jól mondom? Nem? Igen, 59-ben már, mert 60-ban már 61-ben meg már akkor visszajárt ide Marikához az apja, már nem ő hozzá, az jányomó. Azt akkor, úgyhogy mink akkor kijöttünk ide lakni, 61-ben Marikáik meg is esküdtek, akkor az vissza ide jött lakni. Ide került, azt akkor az Jóskával akkor verték le a vasat a földbe. Ilyen nyomóskútot, de annyira jó volt, le kellett menni 15 méterre. És csak úgy volt jó, de annyira jól adta a vizet, hogy ezt az épületet Jóska abból építette meg. Meg mindig, nagyon jó volt. De 15 méterre mentek le. De el kellett bontani, mert azért, hogy ugye az csak egy szobakonyha volt, és akkor oda a fal mellé esett a kúta, ahogy ezt már csinálták, ugye muszáj volt elbontani. Azt a másikat, mikor csinálták, azt már Gyurival, Kórát Gyurival fúrták, ilyen fúróval, úgyhogy vett bele Jóska csövet, betoncsövet, vett ő annyit a kedves, hogy majd lemennek 15 méterre, mint a másik volt. Nem tudtak lemenni. Mert azt ugye azt a fúrót fel kellett húzni, kipucolni. És akkor, amikor felhúzták, mindig kifolyt belőle. Hát ők így mondták, hogy fosóhomok van benne. Úgyhogy nem tudtak lemenni, kétszer két méteres cső még ott van a pincébe, úgyhogy nem tudtak lemenni, csak 11 métert. Nem tudtak tovább menni. Addig volt vízünk, még velem vezették az utcába. Gondolom, hogy biztos arra a forrásra mehetett, ami kimegyen az utcára is. És azóta nincs. Még élt a fiam, mindig volt vízen. Volt vízünk, mert mostak is, de sose lehetett annyit engedni, amennyit éppen kellett volna. Mert azt mondta mindig Jóska, hogy ne sokat engedjünk, mert ha a motorba belemegyen a homok, akkor mindjárt leég. Hát inkább ugye vártunk mindig egy kicsit, hogy jöjjön be. De mióta a fiam meghalt, azóta nincs vizem. Otthon rúgódja Marika nekem a vizet, mert elrontották a kútat, széjjel vették, mert bele egy jó szomszédasszony bejelentette a polgármesteri hivatalra, hogy innen mosták a kocsit Juhász Zoli, meg a Redőnyös Zoli, meg Magyar Zsolti. Szétszették a kútat.
Itt volt Marika is, Pista is, mikor szedték széjjel. Megyünk Pista, azt mondja, nagymán nem lesz vize. Még akkor ért ottok Pista. Mondom, hogy? Azt mondja, mert szedik széjjel a kútot. Még Marika rámondja, hogy nem, ja Istenem, mondom, akkor mi lesz velem? Marika rámondja, nem baj, nagymama azt mondja, a temetőn is van úgy sokszor, hogy nincsen víz, azt bedugjunk, azt mondja, hogy ízét, azt lehet húzni. Azt mondja erre Pista, hogy de kivették még a csövet is belőle. Úgyhogy nincs víz. Marika néni, ezt mikor szedték ki ezt a közkutat innen? Mikor kötötték le? Mikor szedték szét? Mikor? Marika, mikor? Még Pista élt, akkor nem tudom. Hány éve, hogy meghalt Pista? Három éve, hogy meghalt. Három éve, hát akkor van 4 vagy 5 éve. És itt a környéken már nem tudom, biztosan. Víz vannak olyan házak itt, ahol nincs bevezetve? Vagy csak neki nincs? Nem tudom. Nincs. Most mit kínulok én? Ugye a fürdőszobát használnom kell, mert öreg vagyok. Hogy mit kínulok én a vízforrással, amikor esik az eső, meg ott forró hozzák nekem az ivóvizet, meg a fürdővizet, balon, 5 literes balonokkal. Mi azóta mindig. Így van, már annak 15 év. Nincs víz. Ilyen voltak itt a polgármesterék, mondtam neki. Nem tették vissza. Már most ne is tegyék, mert már mi is meghalok nem sokára. De mennyi, mindenkinél jártunk dolgozni, hát az nem igaz. Masugájéknál, Magyar Pista bácsinál, Bényei Somú bácsival, mert még akkor ők is aktak ott. Mátyus Ernő bátyámnak Kakba, a Kaki határt úgy ismertük, mint a német is, hanem jobban. De oda is jártunk mindig. Én őtülle mindig takarmánt vettünk a tehennek, mindig azt mondta, hogy nem kell majd együttük járnunk dolgozni, mert neki sem volt munkája, munkása. Akkor tűzzevalót hoztunk, mert neki ott a Hernád ugye most a, nekik ott a földet, azt akkor ott fűzese volt ott neki, meg ugye, oda jártunk dolgozni. Nem mentünk, még akkor járnyakózunk. Mentünk nyugodtan, nem változott senki sem. Édesanyám, de akkor már édesanyám kézbesített. Meg nagyapám után ő lett a kézbesítő édesanyám. Édesanyám után Juliska, aztán meg én. Sor, így maradt, filó. Mióta van itt posta Hernád Németibe? Azt nem tetszik tudni? Mit? Mióta van itt posta? Posta? Posta! Posta hivatal, mikor építették? Hát nem tudom. Nem tudom, mert Tisza néni előtt azt hiszem nem volt. Nem volt itt sem, mondom, nem volt. Tisza néni, de nem tudom, mikor jött ide Tisza néni. A két háború között nem volt hivatal? Jászai jegyző volt itt a... Na, nem, én nem emlékszek rá, hogy lett volna. Én orvos sem volt, mert mondom, hogy apám volt a... Nem tudom, nem tudom. Nem hiszem, hogy nem volt Tisza néni előtt itt posta. Ő vette meg azt a posta helyet ottan, szélén, azt ő építette oda. Hát ugye régen volt már az, mert Nagy Kati volt az első, Tisza nénén az első kisegítő, Nagy Sándor bácsinak a jánya. Hát azt nem ismertitek, ez sem. A református templommal szemben? Igen, igen, ott. De nem ismertem, csak tudom, hogy... Őnek volt ugye a jánya, a Nagy Kati, aztán ő volt ott az első kisegítő. Már akkor ő le. Hát már nem most volt, hát bizony nem. De egy időben volt a posta, ott, ahol most Juhász Sáriék laknak, ott is volt. Hát az volt a kunkocsmája. Az volt a... Hát az persze, ahol Juhász Sáriék laknak. Nem jártam oda. Az volt a kunkocsmája, ott voltunk, mink, oda mentünk. Ott voltunk, ott már mikor ide jött a posta, már másodszorra, akkor már én, mink rá itt nem voltunk. Mert Juliska, én elmentem nyugdíjba. 64-be. Mikor volt már az? Hány éve? Még se sok a pénzem. Hány éve már? Tehát ugye nem adta meg nekem, mert nem adta meg körténzre 8 órát. Hiába kértem mindig, hogy adja meg az igazgatóság. Mindig kértem az igazgatóság, mindig azt mondta, hogy a főnökömtől függ. A főnököm meg nem adta meg. Mert azért, hogy mikor Juliska elment nyugdíjba 2 évvel hamarabb, mert ő 2 évvel idősebb volt, mint én, mondta nekem, hogy vegyem át a 8 órait a Juliska helyét. De nem tudtam átvenni, mondtam neki, főnökszaptárs, mert akkor még úgy kellett hinni. Főnökszaptárs, én nem tudom átvenni, mert azért a fiam 9 hónapig volt Mátraházán a szanatóriumban, a tüdőszanatóriumban, ő ott volt. Ő akkor született,
az anyja beteg lett, meg ő is beteg lett. Úgyhogy Marika, ő vele 9 hétig volt bent a kórházba. A fiam 9 hónapig a szanatóriumba. Lipták Pista innen jár dolgozni, mert itt laktak. Én nekem rettenetes jó volt az az idő, hogy én reggeltől 9:30-ig itt hol maradtam. Ezt elvégeztem, amit kellett. Mert nem voltam csak 4 órás, mert csak 4 órásra vettek fel. Azt addig meddig, hogy ugye mindig kértem, hát kigyűjtek a postahivataltól, mert revancolni mindig jártak. Azt kigyűjtek akkor is 2 ember, azt stoppelórát kötöttek a lábomra. Azt úgy ment, gyűjtek velem a faluba, mert én mindig kértem, hogy adják meg a 8 órát, azt nem adták meg. Azt rákötötték a stoppelórát a lábomba, azt gyűjtek velem a faluba, hogy merre járok, meg hol járok. Én mentem, ők meg gyűjtek velem. Mikor bementünk 2:30-ra legszámolni, már ugye leszámoltunk, amit leadtuk pénzt, csekket, mindent, amit kifizettük, akkor a csekket adtuk le, ha meg nem fizettük, akkor a pénzzel együtt a csekket. Aztán a 2 ember leült. Na mondom, gyerünk. Hát hova? Hát mondom, még az állomásra. Még nekem oda ki kell menni az állomásra, gyalog. Már ők nem gyűnnek, mert így is többet dolgoztam, mint 8 óra. Ők már nem gyűnnek velem. Ők már nem gyűnnek, mert akkor még ugye nem gyárt a busz. De nekem csak ki kellett menni. Még szartam meg kiölt, hogy csak a 6 órát. Haragszok is rá, de lehet, hogy ő is érem. Mert most is, hogy ott voltunk az otthon. Az otthonban a felesége oda jött hozzám, megpuszít, meg így Marika néni, meg mehezik, nagyon jó az. Marika néni, úgy Marika néni, történetesen csak ott állt, azt nézett. Bánom, hogy nem mondtam neki, hogy főnök szaktársnak egy szava sincs hozzám. De nem szóltam neki. Hát jobban voltunk, ugye a főnököm volt, de hát nem veszekedtünk minket, én sose veszekedtünk. Egyszer volt egy hogy hívják? Elizabeth Margit. Nem is mentem, nem ismerte azt sem mindenki. Csóvajának hívták valamikor. Elizabeth Károlynak volt a lánya. Aztán olyan itthon is volt, meg nem is volt, meg mit tudom én csak. Károlynak volt egyszer ilyen táppénze, mert akkor mink voltuk a táppénzt és a postáról a betegeknek, a munkásoknak. Aztán én előtte valónap, vagy harmadnap, előtte 2 nappal, vagy hogy elvittem neki a pénzt. A beteg, a táppénzt. Azt a jányának adtam oda. Aztán, hát ahogy ő gyűjt ki, azt őnek adtam oda. Hát meg volt mondva a főnöknek, hogy a főnök nem mondja, aki 5000 forinton alul van, azt oda lehet akar meg családtagnak adni, csak így alá a nevét. Hát odaadtam a jányának, aláírta a nevét. Aztán mit írom a nevedet? Aláírta. Azt másnap vagy harmadnap Gyűn Károly a postár, Elizabeth Károly, hogy mondja a főnöknek, hogy ő nem kap, már be volt oda bent Miskolcra, de még nem kapta meg, azt ott már azt mondták, hogy kiküldték neki a táppénzt. Hát azt mondja a főnök, hogy de még nem kapta meg. A főnök azt mondja, ki kézbesít magának, mert 2 voltunk már akkor Juliskával. Hát mondta, hogy én. Hát oda mondja nekem a főnök, hogy Marika néni kinek adta, volt először Juliskárolynak a levele, pénze, mondom, volt főnök, szóval azt amikor mondom már, én nem tudom biztos, hogy tennap vagy tennap előtt. Azt mondja, kinek adta oda? Mondom, a jányának. Megkerestem, mert ugye itt nem küldik be mindjárt a csekkeket. Egy hónapig itt tartják a postán, ezelőtt úgy volt, nem tudom most, hogy van, hogy egy hónapig itt tartották a csekkeket, aki fizetett csekkeket. Megkerestem mindjárt a főnök meg, de azt itt van, nézze meg. A jánya vette fel. De azt mondja nekem Károly, hogy minek adtad neki oda? Hát mondom, nem mondtad, hogy, mert azt mondja a főnök, közben szólt, hogy mondta a kézbesítőnek, hogy ne adja oda a jányának. Azt mondja, nem mondtam, mondom, azt mondja, akkor nyugodtan adta, odaadhatta a jányának. Ha nem hívta fel a figyelmét, hogy ne adja a jányának. Mert azt mondja, ha mondtam volna, neki biztos nem adta volna oda. Ez ennyi volt, hogy több egyet nem volt semmi. Nem vettem el senki pénzét. Arról tessék már még mesélni, hogy a földeket hogy tetszettek beadni a TSZ-be. A téjezbe? Igen. Hát beadtuk. Én úgy adtam be a téjezbe a földet, hogy nem mentem, nem álltam be a téjezbe. A jányom állt be a téjezbe, Marika. Ő állt be a földen a téjezbe. Én, mint pártoló tag, csak úgy álltam be a téjezbe. Mikor alakult itt a téjez? Hányba? 60-ba. 60-ba? 60-ba, mert akkor már
60-ban, mikor beállt, már utoljára adtuk be. És ki volt az első TSZ elnök? Tessék? Ki volt az első TSZ elnök? TSZ elnök ki volt először? Hol? A TSZ-be az elnök. Bajta bácsi. Berta János. Berta János bácsi volt az ő első? Ő volt, azt aztán lett Pramperger Pista, vagy melyik? Nem, ő után. Berta bácsi volt a félkező Csonka Berta. Mert félkező volt a kedves neki. Azt akkor... Én úgy figyeltem meg a főnökömmel, úgy beszéltem meg, hogy én majd Marika megyem, mert már akkor Marika nem járt iskolába, ajánlom. Azt úgy beszéltem meg, hogy majd Marika elmegyen helyettem kézbesíteni a faluba, én meg megyek a TSZ-be. Itt volt a Szilvás alatt a kertészet. A kertészet, itt volt a Szilvás alatt, hogy most lesz nekem közel a kertészetbe, megyek, megyek ide a Szilvás alá. Hát el is mentem, hogy vagy egy hétig. De azt mondta a főnököm, hogy Marika néni, ez nem lehet így. Marika néni esküdött fel, mert eskü alatt szolgáltunk a postár, fel kellett esküdni. Marika néni esküdött fel, és ha kitalálnak gyűnni az igazgatóságtól, azt keresik, hogy hol van, mit mondjak. Hát mondom, megteszik mondani azt, hogy most mentem el, máma mentem el valahova. Nem kell azt megmondani, hogy már egy hete, hogy Marika kétbesít. Hát én nem tudok hazudni. Mondom, hát akkor rendben, azt mondja, majd akkor tessék járni kétbesíteni, azt mondja, vagy hazamenni, azt mondja, másat fogadjunk fel. Hát azt így inkább ott maradtam a kétbesít. Marika meg azt nem ment, Pista nem engedte, mert akarták őt elküldeni a jányomat ilyen csirkék nevelői tanfolyamra, mert akkor volt még úgy ilyen csirke, meg mit tudom én, tojótyúkok, meg minden volt. De nem engedték el, nem engedte Pista, mert már akkor ugye úgy volt, hogy esküdnek meg, nem engedte. Három hónapig akarták elvinni, hogy három hónapig, úgy ottán Gecsei Erzsikét vitték el az alvégbe, ő ment aztán el, meg nem tudom még melyik, ketten mentek el valamelyik. Azt ők voltak itt akkor a baromfinál. Én meg azt mentem kétbesíteni, mikor azt a jányom segített, akkor azt. Mert az, mikor már megkaptam a hangban, itt laktunk, akkor már ezt az útat is Juriska átadta nekem ezt, úgyhogy már akkor az, ez is itt volt, csak nem adta meg Körtéhez nekem a 8 órát. Ezért van keves a fizetésem. Még meg akkor ugye az unokámnak az egyiknek már, mit mondjak, kezese voltam. 94-től mindig fizetem az adót, az OTP-jét, de nem tudom, hogy miért. Ez így van. 33%-át mindig levonjuk. Most már ebbe az évben már 21.700 forinton felül fognak. Pistinek. De nem tudom, hogy miért. Már a harmadik milliót fogják tőlem. És akkor 64-be nyugdíjba tetszett menni, ugye? 64-be. Kezesnek. Nyugdíjba tetszett menni 64-be? Nyugdíjba. Akkor mentem 64 júniusában. 64 júniusban vagyok. És utána már itthon tetszett dolgozgatni, gazdálkodni, vagy mit csinált akkor, Marika néni? Mit csináltam? 64-ben, amikor nyugdíjban van. Elvállaltam a kocsma takarítását. A páváit, vagy melyik? A páváit. Lonyainé volt benne. Gyűjök haza, mondom neki, hogy na, érinkkel ezt számoltam. Leszám. Nem a nagy kocsma volt, még nem. Csak a kicsi volt akkor. Aha. A kicsi volt. A publipája is volt. Igen. Tudom. Még a kicsi volt akkor, de ott is Lónyai volt. Na, én énként mondom, leszámoltam. Azt mondja, hogy van Marika nének valami munkája? Mondom, nincs énként senki, csak ott van, mondom, a nagykert meg a szőlő. Hát elég az, mondom, 600 kazát szőlő meg a kert. Elég az nekem. Mondom, miért kérdezik? Azt mondja, mert nekünk kéne, azt mondja, takarítani a kocsmát. Tessék felvállalni. De jó, hogy én felvállalom. De azt mondja, tessék látni, most is én takarítok. Adom is a kulcsot, azt mondja, már hónap reggel lehet is jönni. Akkor se volt itt a megyem, csak ketten voltunk a fiammal. Hazagyújt, azt hiszem a kulcsot az asztalra, hazagyújt a fiammal, akkor a Sörgyárban dolgozott. Azt mondja, ez a kulcs itt mi? Mondom, elvállaltam Lónyainétől a pávának a takarítását. Azt nem így? Nem értetted még? Akkor szótagolva magam. Elvállaltam Lónyainétől a kocsma takarítását.
Aztán nem fogod elvállalni. Mondom, miért? Reggel kell csinálni meg este. Nappal itt hol vagyok, meg mehetek akarhova. Hát bírtam magam, ez az igazság. Aztán nem fogol menni. Tudod te, hogy mi a kocsmatakarítás? Mondom, nem tudom, de majd megpróbálom. Még ezt nem próbáltam. Majd megpróbálom, azt akkor majd tudom. Ha nem fogom bírni, mondom, abba hagyom. Azt mondja, tudod te, hogy mi az? Azok a részegek. A vécét is kell takarítani. Egyik ezt csinál vele, a másik, azt a harmadikat. Fogod bírni? Mondom, majd akkor ott hagyom. Azt mondja, ez nagyobb szégyen lesz, ha akkor fogod ott hagyni, ha nem fogod csinálni, most viszem vissza, kérlek a kulcsot. Mondom, ne vigy vissza, ne tégy csúfá. Fogta magát, visszavitte a kulcsot, úgyhogy nem engedette. Akkor Neső Pista mondja, hogy tessék Gyüni Marika néni a térbe. Mert azokkal is ugye minden napot érdezítettem azon az utcán, hát mindegy, hát én, szóval én valahogy úgy mindenkinek a családtához tartoztam, én nem tudom, de én nekem nem volt senki haragosom, se én nem haragudtam senkire. Mindenkivel jobban voltam. Menjek a térbe, azt mondja, még élek a kukoricaföldet, a félhord kukoricát mindig megadják. Nem mentem. Kimentem Kanadába, ott voltam egy évig. Igen. Vannak ott rokonok Kanadában? Kanadában. Ott volt édesanyámnak a testvérje, azt mondta, hogy írta, hogy már akkor meghalt az ura, hogy menjen ki, vagy Juliska, vagy én Juliska, azt mondta, hogy ő nem. Hát én meg kimentem, mert tudtam, hogy engemet a mennyem nem szeretett, de engem nem is kellett volna engemet szeretni, csak a fiamat szerette volna. Engem nem kell szeretni, hát engem, akit engem szeretett, az már régen nincsen. Sajnos. Aztán itt a lénye, hogy menjünk ki, hát akkor is el volt menve a mennyem, most elment. Érte Jóska, azt mondta Jóska, hogy, vagy azt mondta Ági, hogy nem jön vissza majd csak akkor, ha üres házra, ha én nem leszek itt. Ez nekem valahogy van rosszul esett. Ezt Mari nényemnek megírtam, hogy azt én kérdeztem a fiamat, hogy mit mondott Ági, miért nem jön vissza. Hát nem volt, ő se hazudott előttem sose. Megmondta, hogy azt mondta, hogy majd ha te nem leszel a háznál, akkor fog ide jönni. Hát mondom, rendben van fiam, akkor kitérek előletek, csak ti kijetek. Megírtam Mari nénémnek, hogy kimegyek. Ki is mentem. Ki is. Ott voltam. Hát, 45-ben mentem ki, ugye? 45-ben. Uh-huh. 75-ben. Igen, 75-ben mentem ki. Melyik városba? 76-ban jöttem haza. Melyik városba? Melyik? Mit tudom én? Strathollyba, ott a Kanadába. Uh-huh. Nem, 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 kis város volt az, olyan kis. Azt akkor ott voltam egy évig. Kimentem, de már akkor nekem vissza kellett volna gyűnni onnan, mert turistagéppel mentem, júniusban mentem, turistagéppel úgy, hogy 3 hónapig kellett volna csak ott lennem, mert a gép jött vissza a turistákat, engem is. El kellett ezt menni, meghosszabbítani, elmentünk Londonba. Német bácsi, Német Sándor bácsi, meg Német néni már Piroskáék, ezek már mind ott voltak. Azt Németné bácsi, meg Német néni levitt engem Londonba. Aztán elmentünk ott az emigráshoz, meghosszabbították nekem egy évig, hogy ott marad. De megmondták akkor, hogy ha még tovább akarok maradni, akkor ne várjuk, mert még letelik az egy év, hanem hamarabb menjünk el, mert ha megvárjuk, akkor nem tudják meghosszabbítani. Nem vártuk, megvártuk, mert lénye összeveszett az ügyvédjével, azt akkor az ügyvéd nem jött el, mert annak is ott kellett lenni. Csak akkor, mikor már letelt az egy év, azt nem hosszabbították meg, azt mondták, hogy hagyjam el Kanada területét, úgyhogy menjek át Amerikába, ha nem akarok hazagyűnni, vagy ha hazagyűlök, akkor 6 hónap elteltével visszamehetek Kanadába. Mondom, Amerikába nem megyek, ott nincs senki, ha meg már visszagyűlök, akkor már nem is megyek vissza. Így azt hazagyűltem. Megírtam a lányomnak, hogy hazagyűlök. Akkor írta meg nekem, jobb is, ha már hazagyűsz anyukám, mert Ági megint nincs itteni. Mentem el mégis itt az urát. Elment meg József napján, ez meg ugye júliusban most, mikor én hazagyűltem, meg elment abban az évben József napján. Én mit tudom én, József volt, hát ugye a munkahelyén mindenki iszik, mikor, pedig akkor nem ivott a fiam, azután fogott hozzám, sajnos. És akkor hazagyűltem. A villom kikapcsolva, az OTP-k felmaradva, ne neked, Mari, fog meg jó.
Pedig akkor volt, hogy három helyi tótépénk, mert ugye építkezett, muszáj volt felvenni, mert pénze egyszer volt. Itten is onnan volt Németében, volt Zsószán, volt Miskolcon. Mert nem kapott csak 50 ezer forintot, akkor még csak annyi volt. Annyit adtak, 50 ezer forintot, az meg keves volt. Még abból 10-et lefogtak, mert vasas kigyött. Átmenni nem volt az ajtó feltéve már, az ablakok fel voltak, de az ajtó még Takszár bácsinál volt, mert itt lakott az öreg Takszár, nem tudom, emlékszik rá valaki. Nem tudom, öreg volt már. Azt annak vitte el, jó, közel van, az a csinálja meg. Azt 10 ezer forintot abból is lefogtak úgy, hogy nem adták ki a 10 ezer forintot, mert nem volt feltéve az ajtó. Így volt. Ilyen volt akkor. Tehát én meg voltam. Dezső adott neki kis Dezső, mert már akkor neki az anyja meghalt. Aztán együtt dolgoztak ott a sörgyárban. Aztán azt mondta Dezső, hogy adok én neked, Jóska, nekem be van téve az anyámnak a része a takaríba, veszek ki, azt adok neked. Ő adott oda, úgy adogatta meg Dezsőnek. Azt mondta, ahogy tudod, úgy adod meg, nem kell rá kamatot se fizetni, csak visszateszem én úgyis a bankba. Így azt kisegített. Így volt. Sok minden volt itt. Nem lehetne azt elbeszélni, ami már én keresztül mentem ebbe a 100 évbe. Bizony, bizony. Igen, igen, sok volt. De hát, nem is jut minden eszembe. Sok van itt mindenfele, sok minden. De hát, sok minden. Amikor azt én már mentem hazafele, sokszor úgy mentem, amikor itt lőttek, hogy Rácék előtt már ott a... Itten Rácék előtt, mert az út közepén ott volt egy nagy bomba tőcsér. De azért nekem csak gyűnni meg menni kellett, tudja, hát mit csináljak. Akkor amott a központnál ott, ahol a Hartmann... Az ABC előtt ott a... Hartmann, úgyis. Központon a közepén volt az út közepén megint egy másik tőcsér. Hát... De hát csak menni kellett azt csinálni. Engem azért nem. A németek bepakoltak nekem, mert ugye az a ház üres volt. A németek voltak itt elsőbb. Hát mit mondjak? Volt olyan két doboz, amit betettek nekem, azt mondták, hogy betehetik. Hát mondom, hogy betehetik, én úgy sem lakok itt, hol, arra, mint az a fotel magassága. Tele volt ruha a neművel. Tele volt. Beteszik, de azt mondja, betehetik. Hát mondom, nekem mit a betehetik, én nem vagyok itt túl sem. Adok meg a jószágot, megétetem a tehenet, megyek haza. Azt akkor mi lesz ebben? Azt mondja, hogy majd ha nem, hirtelen kell menni, akkor majd elhasználja, vagy eladja. Hát ugye az üzleteket pucolták, mindenki azt hitt, amit akart. Hát mink is, mikor a magtárt már elment mindenki, vége volt mindenki, felizérték a magtárt, már nem volt se ispán, senki nem volt. Mindenki vitte a terményt, én is mentem, amíg bírtam, hoztam. Feladták a vállamra, azt elvittem, nem beszél, adtam ott a Máktának a másik végén, ott laktunk. Feladtam a vállamra, azt akkor teremtettem, kiöntöttem a zsákot, nem hagytam ott, mikor elmentem, mert mondom, úgyis. Volt 12 kacsán, fellaktam a padra, a kukorica ott volt, a padon a kacsákat odalaktam, azokat is mind megfogtassák, megették, mert a katonákat, mit tudom én velük. A kis malacokat meg, csak a hét sűrű maradt meg a két disznó. Azt elvittem haza, amikor végedett a háborúnak, de addig nem vittem. Volt itt nekem, a kacsák nem voltak, de el volt az érdekes, hogy akkor volt Lövei, vagy Gyöbői Laci, a mának kis Laci még élt, hogy hol volt szabadságon, mert ő is katona volt. Irmának, Mátyus Irmának az ura. Mondom neki, Lacikám, gyere már el, van itt egy hízom, azt öld le, mert már akkor a fel voltak itt a kisvasútnál, mondom, állítva az ágyuk. Mondom, azt akkor jobban el tudom használni, ha el is vittem haza a zsírt a kannával, leengedtük a kútba, úgy, a zsíros kannával együtt, az oroszok mondták, mikor húzták a vizet, hogy mondom, jó hely itt van, csak hagyd legyen. Ott volt, ahogy a kanna kék lett, meg pirosodott a vízen fel, hogy a vízbe engedtük be, lekötöttük, azt nem ment bele a vízbe, meg hát, ha belement is a zsírba, úgy sem olvadt fel a hideg vízbe. Ezt azután húztuk fel, mikor már elmentek. Muszáj volt mindig ilyeneket csinálni, mert hát azt akkor, mondom, eljött Laci, leültük a disznót. Azt így egy, hát ilyen forma szalonnát, mint a terenyem, így. Volt, vagy ilyen hosszú volt. Meg egy fél liter pálinkát,
meg egy szál kolbászt. Beletettem a kéménybe, ott, ahol laktunk a tanyába. Ajtó volt a kéményen, tettem rá így egy pátikát, ami megtartotta, kötöttem rá vadzagot, azt beletettem a kéménybe, hogy mondom, az, ha mire az uram hazadjön, valahonnan előkerült, mert már akkor úgy szállingoztak a katonák, ugye már nem volt semmiféle. Hazadjön, előkerül valahonnan, de Laci visszament, mert neki vissza kellett menni katonának, Gőrő Laci. Hogy mondom, legyen neki egy kis kolbász, meg egy kis szalonna, meg a féltjel pálinka. Mit tudom én, hogy mi lesz, majd megveri valaki. És nem lehették meg azt a katonák. Nem találták meg, nem gondolták, hogy ilyen vémarha van ott, hogy orra teszi a kolbászt meg a pálinkát, mikor milyen szedtük széjjel, mert mi szedtük széjjel, nekünk kellett szészedni. Akkor mondom, hogy gyerünk fel már a padra, első posztan nézzük meg, hogy megvan-e. Felmentem, hát meg volt minden, azt úgy vittem le. Meg, ez olyan igaz, mint hogy itt vagyok. Nem lehet itt meg. Megettük mindig. Nem jut haza az uram, hát pedig neki esettem. Azt mondta nekem Juriska, mert Tóth Lajos, nem tudom, ismertétek azt Tóth Lajost? Vasutas volt. A lábáján volt neki már utoljára vágva, itt laktak mi. A révésznének volt a testvérje, itt laktak Balázsékkal szemben. Abba volt az ők házuk. Azt akkor azt mondta nekem, nagyszülősöm volt akkor Lajos vasutas. Ilyen Sorompónál volt vasutas nagyszülősöm. Tóth Gizi, meg Piroska lányuk. Ott volt vasutas, Tóth Lajos nagyszülősöm. Azt mondta nekem Juliska, amikor hazajöttek, hogy be voltak ők pakolva vagomba, de nem kaptak mozdont, nem, hogy jönnek onnan haza, mert ki volt már nekik utalva, hogy jöjjenek, hagyják el nagyszülőt, mert ugye már jöttek a katonák befele. De nem kaptak azt, hogy azt mondta, hogy az én uram két hétig ott volt vele a vagomba bepakolva, a búzorokkal úgy hordott neki oda enni Sándornak, az én uramnak. De azt mondta, hogy engedjetek ki, Juliska. Engedjetek ki, mert itt ezt a vagont is érheti baleset. Azt aztán akkor úgyis én meghalok. De már akkor nem volt Sándornak, az én uramnak semmiféle hadosztálya, már akkor mind szerte széjjel mentek. Azt mondja, nem tudja, hogy hol fogták el őket. Farkas Jani azt mondta, vele volt. Azt mondta, hogy mert ő sem volt katona, a gépkocsi vezető volt. Akkor csak ő szállította a katonákat. A gépkocsi vezető volt. Azt mondta, hogy mentek át egyik hegyül a másikra, azt innen mentek. Így nem mentek a magyarok, az oroszok meg gyűjtek onnan, azt hozt fogták el őket. Jelő mondta Farkas Jani. Azt mondta, ő is ott volt, de elfogták a gépkocsmát. Akkor egy miskolci ember volt ez a, nem tudom, emlékszik-e rá valaki, nem hiszem, Szilágyi és Diskant, ilyen üzlet volt, ilyen vasüzlet volt a Golya áruház mellett, volt itt minden a Szimba hídnál, már most nincs az ott. Akkor ott volt az, annak a vője írt nekem levelet, az a Szilágyi és Diskantnak a vője, hogy menjek be hozzá, mert az én urammal volt egy kórházban, együtt feküdtek, egymás mellett volt az ágyok. Egyszerre rakták őket vagomba, de az én uramat nem arra a vonatra tették rá, amelyiken őt hozták haza. Mert az nem volt még, az enyém nem volt olyan beteg, mint ő. De mikor még ők elgyűjtek, még az én uramnak a vagonja, akivel belerakták, még az ott volt, nem volt még mozdony előtte, hát nem tudja, hogy merre vitték. Azt mikor elgyűjtek, úgy beszélték meg az én urammal, hogy amelyik hamarabb hazaér, az ad egyik a másik a családjának hírt, hogy hazajött-e vagy nem. Meg amelyik hazajön, menjen egyik a másikánál el. De nem gyűjtem, mondom, egy levelet írt nekem, hogy menjek be hozzá. Hát bementem, azt mondta, hogy nem tudja, hogy bevetették-e még munkába, mert ott azt mondta, hogy ha megtudták valakinek a hát, a bőrét fogni a hátán, vagy a hasán, még azt munkába vetették. Akar milyen beteg volt. Hogy mi történt el, azt tudja, hogy vízi betegségben volt az én uram, azt mondta, annyira fel volt duzzadva, hogy nem nagyon lehetett ráismerni. Hogy mi történt vele, azt mondja, nem tudja. Még ma sem tudom én sem. Nem tudom. Tovább nem tudok róla semmit. Csak nem kaptam túl a levelet, de azt mondta ez az ember,
hogy mindig írt. Ugye, ha postás nem lettem volna, azt gondoltam volna, gondolnám, hogy elsikasztották. De az én kezemben gyűjt, és mindegyikét, gyűjt sok Lövei Jóskával volt egy lágerben, ebben a Lövei Jóskával. Aztán azt mondja, hogy ő is megírta, ezt mondtam, meg Józsival is beszéltem Jóskával, mikor hazajött. Ő is megírta azt, hogy a Marika mindig írt nektek, de mindig sajnálta, hogy nem kaptatok, azt hitte, hogy meghaltatok. Nem mindegyik él, csak ő hiányzik. Azt mondja, annyira pedig cigaritás ember volt az én uram, mert nagyon szeretett cigaritázni, de még az utolsó cigaritáját is odaadta, azt mondta a tábori lapőrben, csak azt lehetett neki küldeni, hogy tudjon nektek hazaírni. Mondom, Józsikám, egyet se kaptam tőle. De úgy azt mondja, ő is megírta, de mind ki volt cenzurázva, úgyhogy hiába sinivizáltuk ott, hogy el tudjuk olvasni, hogy mi van kiírva, mi kihúzva rajta, mert szabad távoli posta volt, de nem tudtuk kiolvasni, annyira össze volt firkálva, kihúzva, mint cenzorázva volt, hogy kihúzgálták mindent. Nem tudtuk elolvasni, mert ugye elolvastam volna, hogy nyugodtan lett, hogy él, mert még ott van a Lövei, akkor írhattam volna a Lövei Józsi címén neki, ugye, hogy éljünk, vagy megvagyunk, vagy mit tudom én. Azt mondja, mindig várja, tűletek a levelet, de nem kap. Hát mondom, mert én sem kaptam tőle, nem tudok hova így. Azt mondja, nem tudtam, hogy veled van, mert ha tudtam volna, akkor biztos, hogy írtam volna neki. Így van. De mit csinálj? Nem tudok hova. Így van. Fölírhatom. Mondjak még valamit. Mindjárt előveszük a kisapost, jó? Mert egy papírkára fölírtunk ám mi dolgokat. Nem sok minden van. Nem tudom, mit van. Semmi. Vége. Hál' Isten. Vége. Nem fáj? Nem fáj? Nem. Jó van akkor. Nem, nem. Elmondtam, amit akartam. Lehet, hogy még sok van minden, de hát nem jut minden eszembe. 90 év alatt igen sok minden történt velem. Bizony, bizony. Többi tízben már nem annyira, de... Mai napig is. Igen sok éjszakát nem alszok. Most azt tessék elárulni, hogy hogy lehet 100 évig élni? Mi? Mit kell csinálni, hogy az ember 100 évig éljen? Azt nem tudom. Sokat kell dolgozni, mert én igen sokat dolgoztam. Én igen, igen sokat dolgoztam. Igen sokat kivittem. Négy tehennél két szeker garajt a hazárból. Igen sokat. Ott azt is hol meg kellett rakni. Mind a kettőt. Meg ott meg széllyel szórni. Ezzel hoztunk, Juliskával hoztunk. Ezzel hoztunk a Páskomba, volt nekünk ott a Páskovik útnál, nagy utcai dűlőben, két száz kadrátos búza volt benne, 8 kereszt volt rajta. Felraktuk egyszerre, mint a szekerre, mind a 8 kereszt. Ledültünk, mert olyan mélyen kellett levenni a méltán, az nagyapám mindig azt mondta, nem menjetek senki földjére, ne gázoljátok. Orosz Guszti bátyámnak volt ott előttek rompia, csak a kútfok kellett volna kijönni. Hát nem volt nekünk annyi eszünk. Lementünk, felborultunk úgy, hogy a kerekával négynek, a két kerek az égnek állt. Mert ugye a szekernek volt egy nyújtója, abban volt egy vasszög, az kiszjött, mert kentük a szekeret, nagyapám mindig azt mondta, a nyújtót is kenjétek meg, mert elkopik, akkor kimegy. Mindig meg úgy, hogy a nyújtóból a szög kiment, a két hátulsó kerek felment, felborult, a két tehen ott állt a két első kerekkel. Ez így volt. Tisztelt Hernád németiek! Tisztelettel kérem önöket, ha saját élettörténetükkel, néhány emlékükkel, vagy mások által megismert eseményekkel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a ma élők és a jövő nemzedéke teljesebb képet kapjon Hernád németi és a Hernád németiek múltjáról, keressenek meg bennünket. Legyen ön a következő Hernád németi arc!